out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Positive thoughts, I'm starting to trust. Tudtátok, hogy Magyarországon belül Érdem van az egyik legmenőbb baseball klub? Hogy a női softball csapat, a Wildcats megnyerte a legutóbbi élvonalbeli bajnokságot, ráadásul a férfiak is az NBA-ben szerepelnek. Arról pedig már nem is beszélve, hogy egy szuper utánpótlás bázis van itt Érden Ófaluban. Ebben a videóban megismerkedünk az Érdi Baseball és Softball Egyesülettel, ráadásul ezúttal Madár Tomi műsorvezető társam is segítségemre lesz. Tomi, hozol egy kesztyűt? Ezt figyeld! Szuper! Hát te be is öltöztél! Ezt figyeld! Mi te nem? Tökéletes! Szerintem menjünk! Itt a kesztyű! Na. Valósítsuk meg az amerikai álmot! Csapassuk! Tomi, képzeld el, hogy egy venezuelai és egy kubai játékos, illetve edző lesz ma segítségünkre. Csak balkezes vagy? Ez a téma egy jobb keze vagy, te hogy dobjál? Én jobbkezes vagyok. Akkor ez neked jó. Ez jó a ballal, ezzel kapod el. Te beleteszek oda, akkor hogy dobsz? Hát sehogy. Jobban. Eldobod előbb a kesztyűt. Eldobod a kesztyűt. És aztán a labda. Így van. Elvileg jó vagyok benne, de hát majd ez kiderül menet közben, hogy mennyire igaz. Érdekes, még csak a kesztyű felvételnél járunk, de már kiderült, hogy mennyire bonyolult sportág a baseball. Hát vagy mi vagyunk bénák. Vagy mi vagyunk bénák. Természetesen. A baseball, aleg, nagyon jó, mikor ez a neve, honron mit jelent? Házafutás, pontosan, házafutás, amikor jó út is, a keret is utána megy a labda, akkor tényleg élvezi. Ez ugyan, mint a profi liga. A profi liga, mikor van egy szerződés, nem keresen ki tudja egy dupla jó futás, nem. A jó szerződés, aki Amerikában, MLB, aki tudja házafutás nyomja, állandóan. Például van egy neve, Yankee van a Trevino, van a Fonseca, jó játék van, Hudge, jó játék van, aki állandóan. No nyomja. Itt kell lenni. Jó. Amikor jó a lábda, akkor hátra megy így. Te is ez a lába, utána. Itt kell maradni, egy betű. Á, ez kegyetlen ez a sport. Jó, oké. Gyere. Ott van! Micsoda ütés! Gyerünk! De tud a fiú! És bá, megint! Belindulsz, gyerünk, ez a. Na jó, gyerünk! Ez az, na, most bravo. Kéne köpni egyet, hogy elhiggyük! Na, ez óriási! Gyerünk, Miki, jó ide szem magad, gyerünk! Darálja! Az az! Az igen! Majdnem, pedig a mozdulat megvolt! Gyerünk! Ez a. Mi kettő. Hoppá! Még egy! Gyerünk, ez lett kemény, ne? Oké! Okay. Ez a! Gyors talpaló, második rész is pipa! Na, Pecsú, üsd el! Azt szeretném levideózni! Férfiasan bevallom, én nagyon elfáradtam, ugyanakkor nagyon élveztem ezt a baseball edzést, és köszönjük szépen természetesen a lehetőséget. Viszont nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy műsorvezető társa Madár Tomi hogy érezte magát? Milyen volt számodra ez az edzés? Hasonló, mint neked egyébként, tehát, hogy kellemesen elfáradtam, örülök, hogy kipróbáltam egy új sportágat. Azt gondolom, hogy annyira komplex, hogy nem valószínű, hogy nekem való. Figyeljek a testemre, gondolkodjak, fókuszáljak a labdára, legyen meg a helyes testtartás, tudjak jól futni. Viszont aki ezekkel rendelkezik, azoknak abszolút ajánlom. Abban megegyezhetünk, ugye, hogy a nézőknek erősen ajánljuk, ha valakit érdekel a baseball vagy a softball, akkor az Érdi Baseball és Softball Egyesületet megtalálja itt, Érd Ófaluban. Aki pedig hasonló videókra kíváncsi, kövessen minket a jövőben is. Sziasztok!